új szolgáltatás érhető el a NAV infóvonalán. A 1819-es telefonszámon eddig általános tájékoztatást kérhettek az adózók, július közepétől azonban új funkcióval bővült a rendszer. A kettes menüpontban konkrét adózási ügyek intézhetők. Ez lehet adategyeztetés, a bevallás javítása, de igényelhetők igazolások és kérelmeket is benyújthatnak az ügyfelek. Az újítás lehetővé teszi, hogy kényelmesen akár otthonról is elvégezhető legyen az ügyintézés. Maga a rendszer használatához alapvetően nincs szükség külön regisztrációra, tehát ha 18-19-et hívja az adózó és az egyes menüpontban általános tájékoztatást kér, ahhoz nem szükséges az azonosítás, viszont hogyha a kettes menüpontban ügyet szeretne intézni, akkor a szokásos azonosító PIN-kódot fogja kérni a rendszer. Az adózó helyett képviselője is eljárhat, és csekket is kérhetnek a telefonálók. Belföldön és külföldön egyaránt elérhető a rendszer. Itthon a már megszokott 1819-es telefonszámon, míg a határon túlról a +36 1 461 1819-es számot kell tárcsázni. Ugyanúgy működik, mint hogyha a Magyarországról hívná az adózó ezt a vonalat. Ami fontos, hogy a nyitvatartási ideje van természetesen ennek a szolgáltatásnak, és ez azt jelenti, hogy reggel 9:30-tól 16 óráig lehet hívni ezt a számot, hétfőket, szerda és csütörtökön, pénteken pedig 9:30-tól 13:30-ig. Az elmúlt évben egyébként több mint 240 000 sikeres hívást fogadtak a hivatal munkatársai, ami harmadával több, mint az előző évben. Az adózók leginkább bevallásjavításra, adószámla és adategyeztetésre használják a rendszert.